Ilyenkor télen a családi házak kertjében, az ablak közelében, de akár a lakótelepi lakások erkélyén kihelyezett madáretetők is sok örömet okozhatnak a családnak. Amellett, hogy érdekes közvetlen közelről látni a különböző cinegéket, verebeket, a túlélési esélyeiket is jelentősen növeljük ezeknek a kis madaraknak. Megérkeztek az első fagyok, és néhol már a hó is. Ezzel kezdetét vette a madáretetési szezon. Az egri érsekkertben már felkészültek a madarak etetésére. Az elmúlt héten a zenepavilon mintájára épült madáretetőt helyeztek ki a Magyar Madártani Egyesület munkatársai. Az érsekkertben közel 20 féle madár figyelhető meg. Ennek az lenne a célja, hogy azok az emberek, akik jó érzéssel etetik télen a magevő madarainkat, ők tudjanak ide neki kereséget hozni, és azok, akik ide mondjuk megállnak a környéken, vagy leülnek egy padra pihenni, akkor megfigyelhessék, hogy milyen madarak járnak az etetőre. Etetőt szinte bármiből lehet készíteni. Én azt szoktam mondani, hogy akár egy petpalackból is lehet madáretetőt csinálni, vagy hogyha kirakunk az erkélyünkre egy virágcserép alátétet, tehát a madáretetőknek csak a kreativitás szabhatárt, hogy mi lehet madáretető. Itt most nyilván igyekeztünk méltóak lenni ahhoz, hogy az érsekkertbe legyen kirakva ez az etető. Hát remélem sok minden fog rajta elférni, igen, és hogy azokat a célokat fogja szolgálni, mint amit mi elképzeltünk számára. A madarak felismerését és etetését információs táblák is segítik. A három leggyakoribb madara az érsekkertnek a széncinege, a fekete rigó és a csúszka. Ezeket mondjuk október elején figyeltük meg, és őket döntöttünk, hogy ők a leggyakoribbak. De ezen kívül még akár téli vendégekkel is találkozhatunk, tehát olyan madarakkal, olyan énekes madarakkal, amik csak télen tartózkodnak nálunk. Ilyen a süvöltő, ami egy nagyon esztétikus, nagyon szép madár. Ezen kívül fakapáncsok is járhatnak az etetőre, különböző pintyek, fenyőpinty, akkor a rigók, énekes rigók. A téli madáretetésnek van pár aranyszabálya, ezeket, ha megígyezzük, akkor igazából nem lehet annyira félrelőni a madaraknak a helyes téli etetését. Hát ugye az nagyon fontos, hogy kenyérrel semmiféleképp ne etessük a madarakat, mert hogyha nyírkos a kenyér vagy víz éri, akkor ahogy lenyelik, akkor ez nekik gyomorhurutot és különböző betegségeket okozhat. Tehát ez az, ami nagyon fontos, ezen kívül magvakból bármilyet. A legolcsóbb és egyébként a legcélnak megfelelőbb is ez a pici, apró szemű fekete napraforgó mag. Ezt ők is nagyon szeretik, és ezzel szoktak elsődlegesen etetni. Ezen kívül egyébként házi maradékokkal is, sült rizssel, főtt tisztával is lehet őket etetni, de még az nagyon fontos, hogy semmilyen étel, amit kirakunk neki, ne legyen sós vagy fűszeres. Az etetőbe bárki tehet ellenséget, a lényeg, hogy megfelelő legyen a madarak számára. Szerintem nagyon ötletes, meg nagyon jó, hogy ilyet is látunk most már itt az érsekkertben. Amúgy elég kevés a letető, amit látunk a madaraknak, de így most már gondolom, hogy jobban a látogatók vagy az emberek is jobban érdeklődnek majd a madarak iránt. Van egy unokám, ő is nagyon szereti a madarakat, otthon is van egy kis etetőnk, és szoktam venni ilyen ezt a kerek viasz letetőt, és majd hozunk belőle, vagy napraforgót is esetleg időnként. A madáretető felszerelésénél madarakkal és fészkeikkel is meg lehetett ismerkedni. Ő itt az egyik leggyakoribb madarunk az érsekkertben, ő a széncinege, és ez a széncinege egy odulakó madár, tehát a cinege, mert ugye azt szoktam kérdezni a kicsiktől, hogy a madarak hova rakják a fészküket. És akkor ugye egyből azt mondják, hogy a fára. És vannak olyan madarak, amik nem a fára raknak fészket, hanem oduba, ők odulakó madarak. Az odukat ugye ki szoktuk takarítani, mert ahány fészek alja van a cinegének, annyi fészket épít. Tehát ő nyáron akár költhet háromszor is, de ő háromszor költ ugyanott, akkor három fészket rak. És hogyha ezt nem szedjük ki, akkor akár elérheti a odu száját is a fészekanyag. Ez egy ilyen széncinege fészek. A cinegének a fészkét sokszor szokták tőlem kérdezni, onnan lehet legkönnyebben megismerni egy cinege fészket, hogy tele van mohával. Ezt ugye így látják, hogy ez a mohás. Mint elhangzott, bármiből lehet etetőt készíteni, és bármilyen magvak megfelelőek a számukra. Etessük őket télen, így könnyebben átvészelik a hideg évszakot. Csak egy a fontos, ha elkezdtük az etetést és odaszoktattuk a madarakat, akkor ne hagyjuk abba, mert végzetes lehet számukra. A kis termetű madarak olykor egy napot sem bírnak kitáplálék nélkül a hidegben.